Energetikai fejlesztés, hőszigetelés, nyilászáró csere és akadálymentesítés. Ezek a beruházások fejeződtek be az elmúlt időszakban a Pirichei Egészségházban. A beruházásra 63 millió forint topos forrás nyert a település. A végéhez közeledik az orvosi rendelőnk felújítása. Ott már csak apróságok a táblák elhelyezése, illetve ilyen pipere munkák zajlanak, takarítás, hasonló munkák. Ez nagyon szépen megújult az épület, új orvosi rendelő, illetve védőnői szolgálat, ahol már egész más körülmények között tudnak majd dolgozni a szakembereink. A település további két beruházása is folyamatban van, erre szintén a terület és településfejlesztési operatív program forrásából kapott támogatást az önkormányzat. A látványtervek már elkészültek, így néz majd ki a 109 millió forintból épülő piac, amely a helyi termelőket segíti majd. Az óvoda mellett pedig 139 millió forintból építenek bölcsődét. A településen jelenleg közel 1900-an élnek, évente pedig 30-32 gyermek születik, ezért is van szükség az intézményre. Ennek a közbeszerzése zajlik, elég nehezen jutunk a végére, hiszen szakember hiányjal küzdik a térség, megfelelő kivitelező kiválasztása elég nehézségekbe ütközik, mert olyan szakembereket akarunk, akik minőségi munkát is tudnak a végén produkálni. Ugye nem kevés pénzről van szó, kötelességünk olyan embereket alkalmazni, akik jó minőségben és határidőre tudnak dolgozni. Nehéz ezt is megoldani. A polgármesteri hivatal és községháza is megújul a közeljövőben. Itt energetikai fejlesztéseket terveznek, így például a hőszigetelés, a nyílászárók cseréje, illetve a tető átépítése is elkészül majd. Ennél a beruházásnál már megtörtént a kivitelező kiválasztása.